Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón, így vasárnap kora délután egyenesen a repülőtérről érkeztem. Brüsszelből bőröndökkel és egy hosszú munkahét után vagyok. Egy olyan munkahét után, amikor meglehetősen szomorú tapasztalatokat szereztem arról, hogy miképpen látják, miképpen gondolkodnak a magyarországi belpolitikai helyzetről a 28 tagállam képviselői, diplomatái, politikusai. Azok, akik a mi szövetségeseink, azok, akiknek az adófizetői állampolgárai finanszírozták az elmúlt években Magyarország összes fejlesztését, azok, akik éppen arról gondolkodnak, hogy miképpen újítsák meg az Európai Uniót, hogyan válhatna erősebb szövetséggé a ma sok kintól szenvedő európai intézményrendszer. Onnan Brüsszelből a szövetségeseink számára egyértelmű, hogy ezt a kampányt a magyar kormányzat valójában nem Brüsszelnek üzeni. Mindaz, amit itthon kék plakátokat ír, az semmi más, mint egy hazai, belpolitikai, fondorlatos játszma. A gyűlölet kormánya egy méregdrága gyűlölet kampányt folytat Magyarországon. Hagy emlékeztessek arra, hogy másfél évvel ezelőtt, amikor az Orbán kormány éppen népszerűsége mélypontján volt, egyértelművé vált, hogy sem az oktatással, sem az egészségüggyel, sem a gazdasággal, sem a szociális intézményrendszerrel nem tudott mit kezdeni a kormányzat. Amikor egyértelművé vált naponta, hogy egy állami korrupciós maffia hálózat telepedett a magyar kormányzati intézményekre, akkor vette elő a gyűlölet kártyáját Orbán Viktor. Másfél éve folytat egy csúf és veszélyes játékot Magyarországgal. Brüsszelből európai szövetségeseink számára teljesen egyértelmű tehát, hogy a következménye az október másodikai népszavazásnak az nem jogszabályi, nem brüsszeli intézményi döntéshozatali, hanem hazai, belpolitikai. Méghozzá, és talán ez a mi figyelmeztetője lehet mindannyiunknak, méghozzá hasonló ahhoz, amit az Egyesült Királyság lakói éltek meg a Brexitet megelőzően, és annak a népszavazásnak a következményeként. Emlékeztetek arra, hogy ugyanilyen módon egy gyűlölet, kufár, populista politika, ami Angliában hosszú időn keresztül hergelte a választókat részben az Európai Unió ellen, részben pedig a menekültek ellen. De a menekülteket ügyesen és meglehetősen csúnya módon migránsozással összefüggésbe hozták és összemosták a Kelet-Közép-Európából oda érkezett sok-sok magyar vagy éppen lengyel fiatal társunk elleni gyűlöletkampánya. És ezért súlyos árat kellett fizessen az Egyesült Királyság. A Brexitnél, ahogy mondjuk is tudják, döntött a választók többsége, anélkül, hogy tudta volna ennek a következményeit, felmérte volna ennek az Európára és Londonra, az Egyesült Királyságra következményeit, döntöttek az unióból való kilépésről, és közben pedig a kampánynak köszönhetően egy soha nem látott gyűlölet bűncselekmény sorozat indult el Angliában. Csak a Brexit óta 400%-kal nőtt meg a gyűlöletbűncselekmények száma. A Brexitet követő egy hónapban 6000 olyan bejelentett bűncselekmény történt, amikor valakit csak származása miatt, az utcán való beszéde anyanyelvének használata miatt támadtak meg a gyűlölet kampányban felhergelt angol fiatalok. Szomorú hírt kaptunk a napokban, hogy ennek a gyűlöletkampánynak most már a sokadik áldozatát is követelte az erőszak hullám, hiszen a Brexit kampányában egy munkáspárti képviselőasszonyt öltek meg,
Most pedig a napokban egy lengyel bevándorlót, aki ott dolgozott, és pusztán annyi volt a bűne, hogy lengyelül szólalt meg az utcán. Ez mind egy hasonló gyűlöletkampány következménye, mint amit itthon az Orbán kormány folytat. Tehát aki azt hiszi, hogy ennek a kampánynak a következménye nem Magyarország Európai Unióból való kiiratkozásának egyik fontos lépése, egyik fontos pillanata, az téved. Magyarország, az Orbán kormány most készíti elő ezzel a gyűlöletkampánnyal, hogy ne csak a menekülteket, a máshonnan érkezőket gyűlölje a magyar társadalom, hanem az Európai Uniót, ahogy ők mondják, Brüsszelt is. Márpedig a gyűlölet rossz tanácsadó. Egy egész komoly fájtlat borít az ember valóságérzékelésére. Valójában tehát nem szól másról ez a kampány, mint hogy a magyar társadalom inkább gyűlöljön, hol Brüsszelt, hol ide érkező menekülteket, de addig sem látja, addig sem érzékeli, hogy mi zajlik a magyar kormány korrupciós hálózataiban, és milyen tehetetlen a kormány a számukra fontosabb oktatásban vagy egészségügyben. Egyetlen egy mondatot szeretnék idézni egy levélből, amit Orbán Viktor éppen a napokban a külföldre távozott, Magyarországon megélhet és nem talált fiataloknak küldött el, akikről tudjuk, hogy több mint 600 ezeren vannak már csak Európában. Egészen cinikus, hogy Orbán Viktor megszólítja őket egy levélben, és azt mondja nekik, hogy a népszavazás tétje, hogy rajtunk kívül a fejünk fölött senki ne hozhasson abba a döntést, hogy kivel akarunk együtt élni, és kivel nem. Írja ezt olyanoknak, akik Berlinben, Londonban, Manchesterben, vagy Párizsban dolgozva pont attól rettegnek, hogy hasonló populista gyűlöletkufárok, ha ott is ugyanilyen kampányt indítanak a bevándorlók, például a magyarok ellen, akkor úgy járhatnak, mint lengyel társuk, akiket származása miatt öltek meg Londonban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon, a 108. vasárnapi nyílt levelemet adom ki, az emlékezetes tusványosi illiberális beszéd idején döntöttem el, hogy minden egyes vasárnap felhívom a figyelmet egy szerintem fontos a magyar társadalmat, a magyar jövőt érintő kérdésre. 108. ilyen levél a mai napon, ami azzal foglalkozik, hogy vajon a magyar kormány, amely több mint 10 milliárdot költött el a magyar adófizetők pénzén a gyűlölet szítására, az uszításra, vajon foglalkozott-e egyáltalán érdemben azzal, hogy ki védi meg hasonló gyűlöletkampányok ellen a magyar honfitársainkat, akik nem itthon dolgoznak, tanulnak, hanem Európa más országaiban. Levélben fordultam egyébként a londoni magyar nagykövethez, amelyben azt kérdeztem, hogy a lengyel kormányhoz hasonlóan a magyar kormányzat gondolkodott-e, dolgozott-e ki bármilyen intézkedéssort az Angliában, Egyesült Királyságban élő magyarok megvédésére? Foglalkozott-e és egyáltalán akar-e tenni bármit is a magyar külügyminisztérium, a magyar kormányzat, hogy megelőzze, hogy hasonló uszító kampányoknak köszönhetően magyar áldozata is legyenek az Európában dúló populista gyűlöletnek. Az online panaszablakomban, a panaszablakukat.újhelyi.eu panaszablakon ezen a héten tucatnyi megkeresést kaptam Angliában élő magyar fiataloktól, családoktól, amelyben jelzik, hogy egyre nyilvánvalóbb atrocitások érik őket, és ez ellen a kormányzatnak valamit tenni kell. Na de hát mit tehetünk mi magyarok, akik éppen arról híresülünk el Európában, hogy október 2-án egy gyűlöletkampány után a gyűlölet népszavazását tartjuk.
A Magyar Szocialista Párt továbbra is azt javasolja, azt kéri, hogy választóink maradjanak otthon, hogy maradhassunk Európában, ne asszisztáljanak ehhez a gyűlöletkampányhoz. Ne vegyünk részt ebben a történelmi távlatokban egészen bizonyosan bűnös október másodikai népszavazásnak az előkészítésében. Egy dologról szeretnék még megemlékezni, mindössze három mondatban egy nagyon fontos és mindannyiunk számára talán életünk végéig rögzült dátumra emlékezve, hiszen 2001. szeptember 11-én ezen a napon borult lángba New York, ezen a napon szembesült azzal az Egyesült Államok, és természetesen szembesültünk mi mindannyian velük együtt, hogy egy máshol szított gyűlölet az milyen elképesztő terrorizmust és sok áldozattal járó szörnyű történelmi szituációt hozott, hiszen annak a gyűlöletnek, amelynek fanatikusai lerombolták a New York-i jelképeket, amelyek repülőt irányítottak több fontos épületbe, több mint 3000 halálos áldozat lett a következménye. Akkor meg kellett volna tanuljuk, hogy a gyűlölet nem épít, csak rombol. Ott is, és sajnos nálunk is.